bezárjam el a cégemet, vagy küzdjek, küzdjek, ha valami előttünk áll, abban a nagy viharral, úgy, hogy én most ezzel a kisebb viharral küzdök és dolgozom. Úgyhogy erre fogom a választ keresni, ezért üdvözöllek a mai sikervitaminban, amely segít vállalkozásod fejlesztésében, vagy egy új vállalkozás elindításában. Akkor kezdjük is el! Kicsit olyan érzésem van Magyarországon, egy picit ilyen vihar előtti csend van. Pont mint tegnap este volt Isten, amit itt szigeten, amikor tök sima volt a víz, csodálatos naplemente volt, csodálatos szélcsendes idő volt, fantasztikusan fürödtem éppen a holdfényben, de már tudtam, és azért ki is vettem a bocit, tehát a csónakot, illetve a, motoromat, a kis motor, kiszedtem, mert tudtam, hogy másnap reggel viharra fog ébredni. És ez a viharra ébredés, ez nagyon sok emberben meglepetést okoz, pedig ha ránézel a radarra, vagy ránézel az előrejelzésre a Ventuski, vagy a horvátoknál a prognóza.hr-re, akkor pontosan látod, hogy ma korra reggelre már megjött a vihar, és délutánra ért ide a szeme, és utána olyan kettő óra felé el tudtam indulni, akkor már a vihar lecsengőbe van. Ugyanez vár a vállalkozásodra. És nézzük, hogy mit érdemes ilyenkor tenni. Egyrészt, ha még nincs vihar, és föl tudsz készülni, akkor tedd azt, mint én. Összettem a csónakot, lekötöttem mindent duplán erősen a fedélzeten, kiszettem a, a motor, kiraktam ide hátra, mindent lerögzítettem, fölkészültem a viharra. Amikor megjött a vihar, akkor olyan tempóval érkezett, ráadásul a dél felé megerősödött, hogy azt vettem észre, hogy ez csak sirénázik a telefonomon az anker alarm, tehát a, a horgónynak a, a jelzés, a vészjelzése, hogy elkezdtünk csúszni. Úgyhogy eléggé közel vitt a mólóhoz, hiszen most egészen más szél volt, inkább délnyugati szél volt, mint szokott, nem az a tipikus szél Isten. És elkezdett vinni a móló felé, befelé, rajtam egyébként még egy hajó van, vagy volt, ami ugye egy 100 méterrel, 150 hátrább volt, mint én, közelebb a mólóhoz, de egyszer csak mellette találtam magam. És olyan sebességgel haladtam, olyan érzésem volt, mint elhagytam volna a horgony, tehát leszakadt volna a horgony fej. Elkezdtem kiúzni a, a horgony, nyilván volt még annyi időm, mielőtt túl közel kerültem volna a mólóhoz, felúztam, a horgonyt nem hagyta el, Olyan erővel húzta, és olyan területen, hogy gyakorlatilag húztuk a horgony könnyedén. Motorral elmentem egy védette böbölbe, ami a szélirányból védettebb, ez is egy fontos tanulság. És ott leorgonyoztam, de ott is kellett egyszer horgony cserélnem, mert a velőre születettem, nem fogott a horgony. Majd amikor elment a vihar, akkor viszont vitorlát bontottam. Most egyébként, majd megmutatom neked, reffel vitorlákat, tehát a nagy vitorlát bereffelve, mert ha mégiscsak 20 fölé menne a szél, akkor reffel nem kéne a grosz. Tehát bereffelve, fölkészülve, nem túl bátran, de elég sebességgel, 6,971-el haladok most a kikötő felé. Szóval mi ebből a tanúság, és tud levezetni ezt a vállalkozásodra? Egyrészt tényleg van olyan állapot, amikor azt mondod, hogy nem vagyok hülye, hogy küzdjek a viharral, keresel egy biztos kikötőt, lehorgonyzol, lehúzod a vitorlákat, nekem mondjuk erre nem is volt föl nyilván, lehúzod a vitorlákat és megvárod, míg elmegy a viharnak a szeme, a viharnak a csúcsa. És ezt kell tenned a vállalkozásodban és El kell döntened, hogy bezárod a cégedet, vagy küzdesz tovább. Én úgy döntöttem, hogy ott nem akarok küzdeni, átjöttem a két, a két sziget közti átjáróba egy védett helyre, és addig vártam, amíg nem ült el a vihar, és nem ment 20 alá a szél, 20 csomó alá természetesen. Szóval ezt kell neked is valószínűleg tenned. Nézd meg, hogy a vállalkozásod, hiszen ki tudod számolni, hogyha nagyjából jól fog működni, és a bevétel nem szakad be, tehát nem csökken le, akkor meg lesz -e a fedezeted a költségeidre. Nagyjából tudod számolni, kijöttek már az első számlák, hogy milyen gáz és, és, egyéb rezsid, villany, üzemanyag egyéb rezsid lesz, tehát ez valószínűleg maradni fog. Tehát meg kell várni, legalábbis az ő, a tavasz mindenképpen, addig se a háború nem fog azt elmúlni, se a fűtési szezon, meg kell várni, addig mi lesz. És ha úgy tűnik, hogy kiszámolod, és az éttermedben, a nagykeretben, az irodádban, bárhol nem éri meg, mert nem fogod tudni legjobb esetben nullára jönnél ki, de közben lehet, hogy csökken a, fog a forgalmad, akkor bizony mindenképpen érdemes egy kikötőt keresni, leúzni a vitorlát, leorgonyozni, és a biztonságra törekedni. És mi a biztonság? A biztonság az, hogyha vannak tartalékaid tartalékaid, és nem vagy eladósodva, nem sodrodsz a part felé, nem vagy kitéve annak, hogy nem tudsz, nem tudsz fix talajt fogni a horgonyoddal. Tehát nagyon-nagyon legyél észnél, mert egy kicsit vihar előtti happiness van, amit már többször megéltem, nem itt, hanem az elmúlt 28 évben nagyon sok helyen, hogy nem figyelték a, a mondjuk így fiatalok, tehát vitorlátok a fiatalabbak, nem figyelték az előrejelzést, nem vették komolyan, gyönyörű volt napsütéses, és aztán holtöltés éjszaka, a víz, fantasztikus, egyszerűen, mintha igazi nyár lenne, inkább ilyen vénasszonyok nyara, de nem figyelnek oda a jelekre, hogy jön a vihar, és nem készülnek föl. Úgyhogy ez egyik, amit meg kell tenned is. Lehet, hogy tényleg szüneteltetned, vagy bezárnod kell a cégedet átmenetileg, vagy ha bérleti díjat vesz nagyba, akkor lehet, hogy visszakadnod a helységet. Nem tudsz más tenni. Viszont lehet, hogy küzdened kell, és megmondom arra is, hogy mit javaslok neked. A küzdéshez nyilván nem egyszerűen csak a hagyományos módon kell a cégedet működtetned, hanem egy csomó mindenben komoly átalakítást kell végezned. Mondok egy-két példát. Én elmondtam tegnap a mastermindja, a tagoknak, hogy amit én tettem, lehet egy kicsit időpúzódva, talán picit kisebb a szél, és akkor jobban tudok beszélni, nem kell, hogy kiabálnom. Szóval én azt tettem például már a 95-ös, 90-es, 2000-es években, amikor a vállalkozásunk autós cég már működött, hogy nem kimentünk mindig csak üzletkötőkkel, és beszélgettünk a, a viszonteladókkal, autoszerelőkkel, autalkatrész-kereskedő boltosokkal, hanem bizony be is hívtuk őket. Ugyanez az internetes cégbe, hogy behívtuk őket egy webináriumra. Tehát magyarul próbáld meg az ügyfeleidnek az ügyfelethez kötődő kapcsolatot megerősíteni, akár valamilyen online, vagy vagy más, akár élő rendezvénygel. Miért érdekes ez? Azért, mert most erősebb kapcsolatra lesz szükséged az ügyfeleiddel, és kell egy erősebb kötődés. Nem csak az erősebb kötődés kell, közvetlenül visszajelzés is. Tehát én például azt tettem, amikor az internetes szemináriumokat elindottuk, hogy nem kimentek csak üzletkötők, mert nyilván csomóan kérték, hogy menjen ki, beszéljen a, az adott ügyvezetővel, kiment az üzletkötő, akkor onnantól kezdve nem volt nagyon ideje az ügyvezetőnek, mindig megzavarták, nem volt jó a helyzet, sokat kellett utazni, parkolási gondpesten és így tovább. Ezután azt tettük, hogy elkezdtük behívogatni az ügyfeleket, mondva, hogy megmutatnánk neki egy rendszert, megmutatnánk, hogy hogyan lehetnek sikeresek. Igen, ám, de ez is még mindig csak a termékről szólt, a szolgáltatásunkról szólt, a webszetről. utána kezdtük el azt mondani, hogy oké, okay, akkor adjunk egy teljes körű képzést, öleljük körül az ügyfeleket, és mutassuk meg nekik, hogy hogyan tudnak a webszettel, ami egy, majd egy WordPress, ez hasonló egyszerűbb rendszer volt, magyar fejlesztés a sajátunk, hogyan tudnak ezen rendszerrel, nem csak használva a rendszer, hanem a rendszer üzemeltetésével például keresőbe első helyre kerülni, például e-mail marketinget folytatni, és rájöttünk arra, hogy nem elég megtanítani a mi rendszerünk használatára, hanem őket okostani online marketingbe is. Így indultak az internet szemináriumok, hogy sok éven át még ki nem költöztem Ausztráliába 20 2008-ban, folyamatosan működtek. Tehát gondold el, és gondold át, hogy hogyan tudnál az ügyfeleidet az egyesi való megkeresés helyett például úgy megkeresni, hogy behívod őket, te meghívod őket, vagy meghívod egy szállod aulájába, biztos, hogy kevesebbe kerül egy kisebb rendezvényt tartani, és a kütfelekkel kapcsolatot tartani, mint hogyha csak és kizárólag te mész ki hozzájuk. És ha nem mész ki hozzájuk, akkor lehet, hogy más kifog, ha nem vagy velük kapcsolatban, nem, nincs ott a kezükön, az erükön, a pulzuson, ha te kezel, akkor nem tudod, mi a projekt, mi a bajuk, és hibát követhetsz el, hogy én is elszoktam nyilván, de ezért törekszem a közvetlenebb kapcsolatra. Úgyhogy amit javaslok neked, hogy kezdj el új metódusokat használni, ha küzdesz. Ne a hagyományosat, ugye? Én is szoktam normális esetben fölvenni mentőmellényt, föl majd, rajtam van. Reffel is szoktam, de ha erőszél van, refelem a vitorlát, hogy csökkentem a vitorla felületet. Próbáld megnézni azt, hogyan tudod a hatékonyságot növelned. Hogyan tudnád ahelyett, hogy egyesek kommunikálsz ügyfelekkel, csoportosan kommunikálsz. Hogyan tudnád esetleg más módon elérni őket, mondjuk YouTube videókkal, bármás módon. Vagy például mondok egy egyszerű dolgot, de ezt majd a következő videóban, jó? Egy trükköt elmondok, hogy nem tudsz elérni nagyon sok ügyfelet, annélkül, hogy a Facebookon egy forintot is hirdetnél. De ez majd a következő videóban. Szóval készülj föl, tudom, most még az előző este van, minden csendes, még jók a számai, minden tökéletesen jó, de a vihart már jelezték, jönni fog. Ez az erőjelzés nagyon biztos. Biztosabb, mint az augusztus 20-ai egyébként. Ami nagy szégyen, hogy emiatt kirúgták, hiszen pont ez a lényeg az erőjelzésnek, hogy a viharra, és most ugye, ami előtted áll, te neked is, föl kell készülnöd. Ha nem lesz, örüljünk neki. De mennyivel sokkal rosszabb, ha nem készülsz fel, és úgy, ér meg, úgy lett meg a vihar. És ami a legfontosabb a viharban, és ez ragaszkodj talán leginkább, hogy legyen kesed. Tehát most az a fantasztikus nagy lehetőség ebben az új válságban, ami előtte áll, hogy a legtöbb cég most jó állapotban van. Tehát nem egy hosszú, leromlott időszaknak a végén van elgyengülve, hanem a legtöbbnél van cash, van készpénztartalék. A lehetőleg fizes ki adóságaidat, és, és rendezd, hogy legyen kessed. És innentől most okosan drasztikusan megváltoztatva a költséget zabáló folyamatokat, alakítsd át a cégedet, csoportosan kezeld az ügyfeleket, térj át az online kommunikáció a részben, de mindenképpen most a jó állapodat őriz meg, ne hagyd, hogy a cash kifolyjon a kezed közül, mert ugye úgy reagálsz a meglévő változásokra, ami egyszerre túl sok, hogy nem reagálsz. Magyarul megvárod, felhasználva a tartalékaidat, tőkédet, lehetőségeidet, akár hitelt, hogy túléld, de akkor erőtlen leszel arra, hogy újra kezd, és hát át lehet úszni mondjuk egy kis medencét a víz alatt, de mondjuk Istről átuszni págra a víz alatt nem menne. Úgyhogy nem tudjuk, milyen hosszú lesz ez a válság. Itt egyébként elhagytam Isten, gyönyörű, szép az aranyhíd, csodálatos a tenger. Olyan 16-20 közötti szél van, és körülbelül haladunk, hát olyan 7-7,5 csomóval. Úgyhogy sok sikert kívánok neked, gondolkozz el a hétvégén, jobb-e bezárni a céget, hogy megtard a megtarda megtard a tartalékot, megtard a, cégedet, vagy megváltoztatva a, a, mindennapi viselkedésedet, fölkészülsz a viharra, a vihar állapotba kerülsz, és akkor sem égeted a, stre, a, a kest, hanem alkalmazkodsz a viharhoz, refeled a vitorlákat, csökkented a költségeidet, és akkor túl fogod élni. De ezt, ezt nyilván szívesen segítünk többet is, mint csak általános tudással ez lesz hamarosan, itt fejem fölött meg fogod tudni nézni, hamarosan jön a Profit Duplázó hét, ahol meg fogod tanulni, hogy miért a legjobb cél a Profit Duplázás, nyilván azért, mert a Profit az egyenlő biztonság. Ez a új szabály, legalábbis ebben a viharban. Sok sikert kívánok neked! Lassan nekem véget ér ez a vitollázós hét, ami egyben egyébként egy korona karantén is volt, úgyhogy nem teljesen itt terveztem ezt a hetet, de nyilván nem bánkodtam, hogy itt vagyok, közben alattam egy pár ingatlant, közben egy pár ingatlan megtekintést leszerveztem, úgyhogy remélem te is hasznosan töltöd az idődet. Csak sikert kívánok neked! Ciao.